2014. januárjában vette át a csapatot, most újabb két évvel meghosszabbította az IF Eger a férfi pólósok vezetőedzőjének szerződését. Dabrowski Norbert már bajnok és kupagyőztes is lett eddigi két éve alatt. Az Eger most már bejutott az OB1 fináléjába, a cél pedig az elsőség, ahogyan a BL-ben is. A trénert kapcsoljuk már is. Szia, jó reggelt kívánok! Szia, jó reggelt kívánok! Norbi, így lehet mondani, hogy tavasz elejére ez ilyen tisztább, szárazabb érzés? Tehát az a trénernek mindenképpen fontos, hogy tervezni tudjon? Igen, jó érzés, hogy volt egy elnökség ülés, ahol az elnökünk előterjesztette az elképzeléseit, vagy illetve az elképzeléseinket, és ezt az elnökség elfogadta. Úgyhogy így mondhatni, hogy most egy kicsit könnyebb dolgozni, persze. Az, hogy most és döntöttetek a folytatásról, ebben nyilvánvalóan része volt az, hogy zsákban a Magyar Kupa, és az, hogy elértétek már a bajnoki finálét? A bajnoki finálé elérése előtt már megvolt ez az elnökségi ülés. Nyilván, hogy a dolgok fixálásában ezért ez is közrejátszott. Úgyhogy nyilván, hogy alakultak a dolgok, elkezdtünk tervezni, ugye, hogy behozták a két külföldi szabályt majd 2017-18-tól, úgyhogy itt elkezdtük tervezni a jövőt, akkor ez volt az első azért, hogy az Attilának tudni kellett nyilván, hogy a klub melyen edzővel képzeli el ezt. Egyébként milyen terveket kértek tőled ilyen szempontból is, szóval, hogy nyilvánvalóan számodra meg kell, hogy legyen, vagy valamennyire meg kell lenni a következő szezon keretének is, meg tudnod kell akkor a megoldást erre a 2017-től két légiós kérdéskörre, igaz? Igen, hát gyorsan kellett azért gondolkodni, meg kapcsolnak el, hogy a következő évben még ugye az elnökség helyben hagyta, már hogy a Magyar Vízilabda Szövetség elnöksége a mostani rendszert, ugyanis több klubban azért több éves szerződéssel rendelkeznek a külföldiek, úgyhogy ennek kellett egy átfutási idő, úgyhogy, de hát most el kell kezdeni gondolkodni, mert ugye azért február környékén már elindul úgymond az átigazolási piac, és most emiatt, az új szabály miatt máshogy kellett tervezni, meg máshogy kell gondolkodni. Hogyan lehet készülni a 25 méteres medencén túl, mondjuk a másméretű labdára, a csapat létszámváltozásra? Tehát ezek a reformok egyébként neked tetszenek, az Egernek meg feküdni fognak? Nézd, én úgy gondolom, ez az én véleményem, hogy az nem kérdés már jó ideje, hogy 25 méteres pályán kéne játszani, mert nagyon nagy mértékben gyorsítaná meg élvezetesebbé tenni a játékot. Az szubjektív, hogy 5 az 5-be játszunk, vagy 6 a 6-ba. Az én véleményem az, hogy 6 a 6-ba, de a kisebb méretű labdának nem érzem egyelőre létjogosultságát, mert nem ezen fog múlni a dolog. Én sarkalatos kérdésnek érzem a 25 méteres pályát. Nyilván erre is készülni kell, de hát voltak erre próbálkozások, meg ugye a Világligát is ilyen kis pályán játsszák a csapatok, és azért ott látszik, hogy mi az az előrelépés, amit ez hozhat. Na most visszatérve a hosszabbításra, ha magadat nézed trénerként, akkor milyen részletekben fejlődtél, szakmai részletekben fejlődtél edzőként leginkább az elmúlt egy-két évben, mondjuk azt az elmúlt két évben? Hát én úgy érzem, hogy sokkal komplettebb edző vagyok, mint amikor idejöttem Egerbe, és ez a hitvallásom is, hogy mindig fejlődni kell. Meg ez egy ugyanolyan út, mint egy játékos, amikor először játszik OB1-be vagy felnőtt csapatba, meg amikor abba hagyja, akkor hatalmas a tudáskülönbség egy játékosnál, és ez egy edzőnél is úgy érzem, hogy amikor elkezd edzősködni, meg amikor mondjuk a pályafutása vége felé jár, akkor hatalmas a tapasztalatbeli különbség. Az, hogy mibe, most ez egy nagyon szakma lenne, de rettentő sok dolog az, amit ezen az úton tanultam, én úgy érzem, hogy együtt fejlődtem a csapattal. A szezon előtt ugye azt tervezted, hogy 3 sorozat, 3 döntő, és ebből egyet meg kell nyerni. Ugye ez megvan. Innentől felemelted a lécet már 3 aranyéremre. Ennek mi az oka? Azt lehet mondani, hogy hülyeség a legnagyobb célok nélkül tengődni a medencében? Szerintem, amikor valaki célokat tűz ki maga elé, akkor a legfontosabb az, hogy ez a cél legyen konkrét, és aztán az, hogy reális. Én ezzel a kerettel abszolút kimertem mondani, hogy a 3 döntőt megcélzom. Nyilván ebből a, úgymond a bajnokok ligája a legnehezebb, illetve, hogyha jól emlékszem, ott azért elődöntőről beszéltünk, aztán persze azt mondom, hogy ha az elődöntőbe az emberbe jut, akkor ott egy meccsen minden lehet, miért ne próbálnánk meg a döntőt is.
Úgyhogy, és ugye abban a pillanatban, hogy megnyertük a Magyar Kupát, most jelen pillanatban már ben vagyunk a magyar bajnoki döntőbe, miért ne szeretnénk tovább lépni? Továbbra is azt gondolom, hogy a bajnoki arany, illetve a BL-ben az nagyon fontos lenne, hogy meg tudjuk nyerni a csoportot, mert azzal rögtön elődöntőt játszanánk. Ha valaki három ilyen bomba sorozatot is meg akar nyerni, illetve döntőzni akar, annak a vezetőedzője miben kell, hogy jobb legyen a kollégáinál? Szerintem azok a csapatok, akik erre a szintre eljutnak, illetve tavaly a Final Six-nél éreztem először, hogy milyen társaságban vagyok, amikor ki kellett ülni a sajtótájékoztatón a mérkőzés előtt, és akkor jobbra néztem, BL győztes edző, balra néztem, BL győztes edző, akkor úgy éreztem, hogy ez egy nagyon nehéz feladat. Én szerintem nem jobbnak kell lenni, hanem az, amiről beszéltünk, hogy mindig tanulni kell megfejlődni, ez az alap, illetve tudni kell azt, hát ugyanúgy, hogy az előbb a rutinról beszéltem, kell, hogy legyen egy rutinot, tudnod kell, hogy hogyan lehet egy ilyen sorozatot megnyerni. Szerintem én eddig nem tudtam, most úgy érzem, hogy tudom. Az, hogy sikerül-e, az nyilván egy másik kérdés. Szívós Márton, Hosnyászki Norbert, Erdély Balázs, Hárai Balázs, Zalánki Gergő plusz Bedő Krisztián, ti adjátok a legtöbb játékost Benedek Tibor új trieszti olimpiai selejtezős keretébe. Hát az Eger a válogatott gerince, ez egy fontos és jó érzés és visszajelzés számodra? Igen, nekem nagyon fontos ez, illetve az olimpiai évében abszolút kikerületlen. Ugye a játékosoknak persze a klubjuk fontos, hiszen itt élnek, az egész szezont itt élik meg, ebből élnek. Itt is nagyon magas céljaik vannak, amiket úgy érzem, hogy idén azért többé-kevésbé el is érünk. De attól függetlenül ugye a fő motiváció azért mindig az, hogy a válogatottal is ott legyenek. Egy jó visszajelzés, ugyanakkor azt mondom, hogy egy keseredett vagyok, hogy a Lőrinc Bálint meg az Angyal Dani még mindig itt van. Ez a maximalizmus, igaz? Igen. Ugyanakkor persze ez kötelez is, mert gondolom, hogy a büszkeségen túl milyen gondokat jelent számodra az, hogy a pólósaid ennyire leterheltek? Hát ez egy kedves gond. Nagyon jó edzéseket lehet tartani itt most négy játékosnak, meg egy kapusnak is, mert ugye a külföldiek is válogatottak, hál' Istennek. Ez minden csapatban így, ezt meg kell oldani a Szolnokban, meg kell oldani a Barcelonettában, akivel játszunk 2,5 hét múlva, akik ugyanúgy a spanyol válogatott gerincét adják, horvátoknál szintén így van, úgy szerbeknél. Úgyhogy meg kell tudni oldani ezt az előző, amit az előbb mondtam, hogy rutin, ebben is tapasztalatot kell szerezni, most már úgy érzem, hogy ezt is tudom, hogy hogyan kell ezzel dolgozni. Ugye a trieszti továbbjutás Rio az nem lehet kérdés a válogatott számára? Nem. Visszatérve az Egerre a végén, még annyit mondj meg nekünk, hogyha mondjuk összehasonlítjuk a Bajnokok Ligája esélyeket, az, hogy a Szolnokot hogyan lehet legyűrni, annak már tudjátok a receptjét, más kérdés az, hogy természetesen új menetek kezdődnek majd a bajnoki döntőben. A BL-lel kapcsolatban az otcaid a lehetséges szereplőkre most milyenek? Rekko, Szolnok, és akkor folytassuk. Dubrovnik. Hol az Eger? Olimpiakos, Eger, az öt, és a hatodik nyilván a mi csoportunkból úgy érzem, hogy a Barcelonetta Rijeka, ez nyilván rajtunk is függ, meg az utolsó, ugye mind a két csapattal játszunk az utolsó három fordulóba, illetve az Olimpiakosszal is, úgyhogy itt fog eldőlni a csoportsorrend. Én úgy érzem, hogy a Barcelonetta harapósabb, meg jobb formában van. Valami nem stimmel idén a Riekával, annak ellen, hogy pont tőlük kaptunk, és a másik kettőtől meg nem. Se az Olimpiákoztól, illetve a Barcelonát ugye megvertük itthon, az Olimpiákoztól x-eltünk, de azt mondom, hogy a Riekát érzem én most ebből az illusztris társaságból a hetediknek. Norbi, köszönöm szépen, hogy velünk voltál, és akkor tavasszal is figyelni fogjuk a Dabrowski recepteket. Köszi, szia! Köszönöm én is.